Sziasztok, Marika vagyok. Szilvás potyogtatós fog készülni. 1 kg szilvát raktam ide, ami ki van magozva. Valamelyik két felé téptem, lehet, hogy van olyan, amit nem botmixerezni fogom, jól lebotmixerezem. És ha venni akartok szilvát, 1 kg 10 deka elég, már a mag nagyon kevés, lemértem, valami 60-70 g volt csak. Úgyhogy ha nem esztek belőle, ugye? Hát ha enni akartok belőle, akkor vegyetek többet. Na, remélem ez nem lesz sok, mert ugye ezt még nem készítettem. Na, ehhez az 1 kg kész, már magozott szilvához fog kerülni 120 g kristálycukor, de ugye először lebot mixerezem, és 120, na, azt akkor egy kicsit megfőzöm, nem nagyon, csak hogy jól forrósodjon át, és akkor 120 g vispályhát fogok hozzáadni, és akkor a legvégén majd dobok hozzá fahéjat, ez egy teás kanál, de körülbelül kávés kanálnak megfelelő fahéj van benne, de hát lehet többet is. Ezt most le volt mixerezzük, reméljük mag nem marad benn, mert azt a bármi előfordulhat. Hozzáöntöm a 120 g kristálycukrot, és fölteszem főni. Van nekem ilyen fakanalam, amit csak süteményhez, meg krémhez használok. Azt fogom bevetni. Fölforrósítom, és akkor hozzá a rizspehely. Ez már elkezdett mocorogni, úgyhogy én hozzábódítom ezt a rizspehelyet. És addig kevergetem, amíg nem lesz puha a rizspehely, úgy aránylag. 5 perce főzöm, most már kislángom van, egy pillanatra se lehetett abba hagyni. Még annyi idő is alig volt, hogy megkóstoljak egy-egy rizsszemet, mert egyszerre föcskölt, egyszerre töröljétek le, mert a forró szilva oda ragad, aztán utána nehéz lemosni. Most hozzáadom ezt a fahéjat, ha megkóstolom, mert hogy kevesellem, akkor majd még adok hozzá. Nagyon-nagyon finom lett. Én most elzárom, elkészítjük a tésztát. Langyos már nagyon, úgyhogy nem meleg, csak langyos. Ez a szilvás potyogtatós. Kiskanállal fogom, hát ilyen hosszú nyelvű kiskanállal fogom belepotyogtatni. A tepsit olajoztam, liszteztem, ez 41x33 cm ott lent. A sütőt bekapcsolom, 160 fok. Alsó-felső előmelegített sütő. Ugye mivel be is kapcsoltam, mivel van benne étolaj, vagyis hát lesz benne, ezért lassan kell sütni. Különben szappanos lesz a tészta. Akkor elmondom, mit készítettem ide. 3 darab a vaníliás cukor, egy bourbonosat használok meg, 2 ilyen sima vaníliás cukrot, az ide a kristálycukorhoz van ragva, ami 300 g. Hát a bourbonosat látni, mert ugye az barna. Sütőport, az 18 g-ot fogok használni, és 500 g a liszt, és 200 g a napraforgó étolaj. A cukrot hozzáborítom a tojáshoz, és amennyire tudom, fölverem. A sütőport megszitálom, belekeverem a lisztbe, jól belekeverjük, mindenhol legyen sütőpor, cukor, vaníliás cukor hozzá a tojáshoz, fölvárjuk, hozzá az étolaj és hozzá a lisztes sütőpor. Belehuppantom a tepsibe, és
eligazgatom óvatosan, már ugye a lisztet felösszedem, mindig nyomom előre, és akkor finoman húzom vissza a kanalat. Az olajtól olyan ragadósabb a tészta, de hát az így van jól. Na, megütögetem, és akkor most belefogyogtatjuk ezt a szilvát. Hát körülbelül olyan távolságra azért rakjuk ezt a szilvát, amikor a szeleteket akarunk. No. Azért, hogyha elkészíteni valamelyiket egy kicsit lehet kevesebb. De nagyon finom. Reméljük jó lesz. Beledagad a közéje a tészta. Aztán akkor ez meg olyan jó szaftos lesz. Én abba bízok, aztán majd meglátjuk. Most egy kicsit meg lehetne szórni kis tájcukorra, cukros vagy porcukros fahéjjal, de én nem tudom, én úgy gondolom, hogy nem. Majd esetleg utána, ha megsült. Tehát 160 fok, előmelegít egy sütő, hát olyan 45 percre állítom a sütőt, aztán majd mondom, hogy mennyi idő alatt sült meg nálam. 40 perc tellett el, és akkor megböktem, hogy megvan-e sülve. Én jónak ítéltem, úgyhogy egy kis fahéjas, hát ez egy evőkanál, porcukorral megszórom. Jól néz ki, majd jövök a kóstolóval pár óra múlva. Megkóstolom ezt a süteményt. Végül is meg lehet fogni kézzel is. Hát nem rossz. Nem rossz. Érdekes. Nekem bejön, nekem minden, ugye, ahogy a papa mondja. Minden esetre úgy kell lenni, hogy körbe rágni, és akkor mindenhol van szilva. Vagy kisebb kis pöttyöket rakni, és akkor nem kell nézni, hogy hogyan vágjuk el. Finom. Ajánlom elkészíteni. El is búcsúzok tőletek. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót is. Írjatok kommentet, vigyázzatok magatokra, legyen szép hétvégétek. Sziasztok!